megfogalmazódott bennem az, hogy milyen jó lenne egy olyan tábort csinálni, ahol a gyerekek nem csak a görög zenét, a görög táncokat ismerhetik meg, hanem megismerhetik azt, hogy milyen görög kultúrával találkozhatnak itt Budapesten, egy kicsit a gasztronómiát is megismerhetik, megismerhetik a különböző eszközeiket, megismerhetik a harcművészetet. Egy fiatal emberrel fogok a Szofoklészel együtt dolgozni, aki sokáig benne volt a Görög Ifjúsági Egyesületben is, és vele fogunk csinálni itt egy olyan, azt mondom, élménydús egy hetet, amikor nagyon-nagyon sok megközelítésből találkozhatnak a gyerekek a görög kultúrával. Ez egy olyan, amikor elmegyünk kimondottan görög ételkóstolóra, ahol várnak minket, és meg is fogják mutatni, hogy mi micsoda, tehát nem csak összeraknak nekünk egy gyíroszt, és akkor azt megehetjük, hanem egy kicsit ott megismerjük, tehát mit minden. Most például a töltött szőlőlevéltől kezdve a különböző ételeken keresztül megismerhetik azt, hogy igazándiból mik azok a görög gasztronómiai érdekességek, amiket akár itt Magyarországon is meg tudnak a később kóstolni, vagy a családdal el tudnak menni, de itt ezen a héten mindenképpen bepillantást nyernek ebbe. Tehát például egyszer el fogunk menni a belvárosban is, hiszen rengeteg olyan motívum van, rengeteg olyan dolog található Budapesten is, ami görög kézjegyeket őriz, csak elmegyünk mellette, mert nem ismerjük. Lesz egy nap, amikor olyan görög társas játékokkal fogunk játszani, ami ugye erről a kultúráról szól. Lesz harci bemutató, amikor a gyerekeket kicsit beöltöztetjük. A Mitosz Együttessel évek óta együtt dolgozom. Számomra egy nagyon pozitív meglepetés volt, hogy a Kámóban is itt a Mitosz Együttes van, és így tulajdonképpen el kellett őket engednem, amikor munkahelyet váltottam, de mégis csak visszakaptam őket, mert ugye hozzám tartozik itt a görög táncház. Úgyhogy nem is volt kérdés, amikor elkezdtem a görög táborban gondolkodni, akkor nagyjából az első telefonom az a Smug Gáborhoz volt, hogy mit szólnál egy ilyen táborhoz, és hogy egy napot rá tudnál arra szánni, hogy eljössz ide, és csinálunk egy kis hangszerbemutatót a gyerekeknek, tánctanítást csinálunk, és egy táncházat. Tehát a pénteki nap az erről fog szólni. Én nekem itt van egy olyan szándékom is, hogy a gyerekekkel megtanítani egy jó kis görög táncot, és egy táborzárónál úgy várni a szülőket, hogy a gyerekek ezt be tudják mutatni, illetve hát én nagyon örülök, hogy a szülők is majd bekapcsolódnak, tehát lesz egy olyan könnyű tánc, ami nagyon hamar megtanulható. Aki most nézi ezt a videót, az tud jelentkezni, ugyanúgy, hogyha jön nekem e-mailt, akkor látni fogom és vissza fogok jelezni. Én annak örülök, hogyha ez minél több helyre el tud jutni, és tudják ezt a lehetőséget, és hogy ne legyen az, hogy hú, ha láttam volna, milyen szívesen jöttem volna. Tehát tudom, hogy ebben a hatalmas nagy információzajban, ami körülöttünk létezik, nagyon-nagyon nehéz egy-egy dologot észrevenni, vagy megpillantani, vagy jé, van egy ilyen, és nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy egy-egy program után van az, hogy jaj, hát nem láttam és nem tudtam. Hát, ha most egy kicsit több mindenkihez tudunk így eljutni, és hát, ha többen észreveszik, és hogyha van kedvük, akkor jönnek. Ha lemaradnak, akkor pedig majd jövőre várom őket sok szeretettel.